Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Tehát az LMP-s képviselők levélben fordulnak azokhoz, az egyéni mandátumot nyert képviselőkhöz, akik nem támogatták az LMP javaslatát, hogy napirendre vegyék az állambiztonsági múlt feltárásáról, hogy miért tették ezt, gondolom én, hogy ezt kérdezik. Ez a vita egyébként most már napok óta tart, és azért mondtam, hogy tehát, mert már az előbb felelevenítettük Önöknek, hogy most egy ilyen levélváltás megy majd, vagy legalábbis egy levél küldés a képviselők felé. Kukorelli Endre a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na és akkor pontosan mit kérdeznek, hogy ezt most miért nem támogattátok, vagy mit? Igen, hát azt szokták mondani, hogy ez egy passzé dolog, tehát egy lejárt lemez az egész ügynök ügy, azon kívül, hogy vannak ennél fontosabb ügyek is az életben, vagy a mai magyar helyzetben. Én ezt nem gondolom, én ezt egy alapkérdésnek gondolom, és gondoltam mindig is, és folyamatosan csodálkozásban voltam, hogy ezt miért nem oldják meg. Illetve hát persze elég sok magyarázatot lehet hozzáfűzni, hogy miért. Ugye minden kormány nyilván úgy érezhette, hogy egyáltalán nem kerül kellemes helyzetbe, hogyha nyilvánosságra kerülnek az ügynökakták, mert akkor kiderül, hogy esetleg az ő embereik is sárosak a dologban. Ezt egy végtelen cinikus és végtelen veszélyes dolognak tartom. Azt gondolom, hogy ilyen dolgokat már régen tisztelni kellett volna. Természetesen nem most, de jobb később, mint soha. Én nagyon remélem, hogy ez az ügy most már tényleg nyugvó pontra fog kerülni. Szóval mit kérdeznek? Azt kérdezzük meg egész egyszerűen azóta a képviselőtől, akik egyénileg jutottak be, hogy miért nem támogatják ezt a dolgot, illetve miért nem, aki nem támogat, mert volt egy-két képviselő, aki kiszavazott, átszavazott, a többiek nem. Ez teljesen rejtély számomra, hogy miért kell ebben tovább is titkolódni. Hát ma két új szereplő is a színre lépett, a mai felelőse a Fideszben sajtótájékoztató keretében Cserpalkovics András és Mátrai Márta volt, és ők azt mondták, hogy azért nem támogatták az önök javaslatát, mert ez csak egy fél igazságot akart volna, vagy fél megoldást jelentett volna. Hogy csak az ügynökökre vonatkozna ez a kérdés, ugye? Igen, mert hogy az egész múltat. Tartókra. Meg hogy az egész múltat le kell zárni, és akkor a felgöngyölíteni, hogy kinek milyen szerepe volt, ki tartotta el munkájával ezt a hatalmat, ki miért hibás és bűnös, és mi lett az MSZMP párt vagyonával. Én történelmi szakos voltam, és nagyon, nagyon hívva vagyok annak, hogy tényleg a múltat amennyire lehet föl kell tárni. A helyzet az, hogy azok az emberek, az aktorai a rendszernek, mármint a múlt rendszernek, akik ezt névvel vállalták, azoknak a neve az ismert. Tehát persze róluk is kell beszélni, de az ügynök az egy más dolog. Tehát az egy súlyos dolog. Tehát az európai kultúrának az egyik alapja az, hogy az árulás az nem fér bele. Tehát, hogyha mondjuk elolvas a Dante isteni színjátékát, akkor abban kiderül az, hogy Dante a pokol legmélyebb bugyrába teszi azt a három paradigmatikus árulót, akit ő megnevez, Judást, Cassius és Brutus. Tehát, hogy a dis, a sátán ott van egyébként furcsa módon mellég jégbe fagyva, és a lábainál állnak az árulók. Tehát az árulás az nem megy az európai kultúrában. Én emlékszem gyerekkoromban azokra az ifjúsági, vagy ma már ifjúsági regényekre, amik nagy hatást tettek rám, például a Pál utcai fiúk Geréb, ugye, vagy az Egri csillagokban egy a hegedűs hadnagy az árulók. Nem, itt ez nem vicces. Én azt mondom, hogy ezek a lelki, szellemi ügyek az alapja annak, hogy ebben az országban 5-6-ra lehessen jutni. Ez, ha tetszik, gazdasági kihatással is lehet, tehát gazdasági tényezés. Morálisan rendezzük a dolgainkat, de ez minden, több szempontból... Minden ez az alap. Tehát több szempontból nehéz ezt az ügyet most már jól megoldani. Akkor meg kell oldani úgy, ahogy lehet. Rosszul? A nulla megoldás a legrosszabb megoldás. Nem csinálunk semmit, az a legrosszabb. Mondjuk én személy szerint, hogyha megengedi, ezt gyorsan elmondom, 1997 novemberében bementem az akkor történeti hivatalnak nevezett intézményhez, ami egyébként a József Attila utcában volt, szegény József Attila, és kikértem a rám vonatkozó iratokat, és meg is kaptam szép lassan, nem egyszerre, de egy ilyen kis kb. 4-5 cm vastag szöveget, azok a jelentésekkel, amiket rólam írogattak, hát semmi jelentős nem volt benne, nem, tehát nem én döntöttem meg a rendszert félreértés nehézség, de
de mindesetre ez számomra rendkívül fontos volt, és akkor még ki voltak húzva a nevek. Most a helyzet az, hogy én ráadásul megkaptam a hatos kartonokat is, tehát nekem rendelkezésemre áll az a 4 hatos karton, mely 4 hatos karton azokra a besúgókról szól, akikről mi rogadtak, éppen 2 kollégám is van, 2 költő, van közöttük, ott van anyja neve, stb., tehát nem lehet eltéveszteni. És én igazából nem haragudtam ezekre az emberekre, mert gondoltam, hogy megvolt a maguk oka annak, hogy ezt csinálták, de az, hogy mondjuk ők nem hívtak fel engem 1990-ben vagy 89-ben, és nem mondták meg azt, hogy figyelj, ezt is ezt csináltam ezért és ezért, ne haragudj, vagy bocs, ezt őrületes problémának tartom, tehát ezt egy súlyos erkölcsi problémának tartom. Itt most mindenki papol az ország erkölcsi állapotáról, hogyha ezt nem tesszük rendbe, akkor aki papol róla, az hamisan beszél, az hazudik, az félre beszél, az valamit félre akar söpörni. Mindenben igaza van, és az igazához tartozik egy másik szelet is. A másik szelet az, hogy 22 évet késtünk, és én azt is értem, és abban is igazat adok önnek, hogy minden megoldás jobb a semminél, mert hogyha a semminél maradunk, akkor rágódni fogunk még hosszú évtizedekig, hogy egyszer kinek adatik meg az, hogy rátalál egy névre, kit kezdenek, kivele, ki fog csemegézni, nem jó, nem ez egészséges. Ez olyan undorító szint, ami idején nem mennék le. De hát, hogy valaki zsarolásra használják ezek az iratokat, igen, az tényleg felháborító. De akkor mi a jó megoldás? Most terítsünk ki a placra mindent, amikor már ráadásul egy csomó minden el is tűnt, vagy ki is adták. Azon kívül a placra kidobásnak megint súlyos, de súlyos következményei lesznek, hiszen nálamnál ön sokkal jobban tudja, hogy itten hogyan működött a rendszer. Hamis jelentések vannak, hogy pont a jelentés tevőt keverjék gyanúba. Tehát, hogy itt a szálak nem olyan egyszerűek, hogy volt egy tartótiszt, volt egy jelentős, volt egy megfigyelt. Az élet nem egyszerű, hanem bonyolult. Ez világos. Nem baj. Vannak szakemberek, nagyon profi emberek vannak, akik kiismerik magukat abban, szerény véleményem szerint én nem értek hozzá, de ez a hipotézisem, kiismerik magukat abban, hogy mi igaz, mi nem, mi korrekt, mi semmi. De még egyszer mondom, a katarzis az alapvető, az életünk katarzisos sorozatából kellene, hogy álljon. Az azt jelenti, hogy megtisztulás, tehát elmegy Görögországba, ki van írva ez a szó, az azt jelenti, hogy patyolatvány, tehát tisztító. Igenis, nem csak a testünket kell megtisztítani, a lelkünket is folyamatosan. Ezt a görögök még pontosan tudták, azért jártak színházba egyébként a katarzis miatt. Tehát az ilyen típusú megtisztulás, szembenézés a dolgokkal, a múlttal, ez katartikus lehet, és azonnak az embereknek is használ, akik benne voltak ebben a dologban. Tehát egy ember, aki elkövetett valamit, az, még egyszer mondom, az európai kultúra alapján, hogy tudja azt mondani, hogy bocsánat. És erre egyébként nem lehet más válasz, mint az, hogy oké, megbocsátok, mert nem nálam van a bocsánat, hanem az följebb, jó, az egy más régióban. Mi a baj az LMP-nek azzal, hogyha nem csak az ügynök kérdést veszük ki semmi, ebből? Semmi. Hát akkor nem jó ez a bizottság. Nem jó, mert ez tipikusan elmis másolása a dolgonak. Hát de honnan most tudja? Arról pedig, hogy egy fideszes képviselőtársam miket mondott Séfer Andrásról, inkább tényleg arról inkább végképp nem beszélnék, mert attól tényleg felállsz jól a hátamon. Jó, lesz az a Nemzeti Emlékezet Bizottság. El fogják mismásolni, el fogják tolni megint a dolgot, és nem fogják ezt tisztázni. Még egyszer mondom, az árulás az első, ezzel kéne valami módon szembe kerülni. A besúgó az egy más kategória, akik a rendszert működtették, úgyhogy mondjuk tartótisztek voltak, stb. Én ezeket az embereket nem mentem föl, illetve nem is ítélem el, mert még egyszer mondom, nem akarok ítélkezni. De ezek az emberek a nevükkel csinálták ezt, meggyőződésből, pénzből, mit tudom én miért. De a besúgás az más tészta. Tehát ezt a dolgot kellene szerintem nagyon radikálisan tisztázni. Ebben a Nemzeti Emlékezet Bizottságban ennek része lesz, ennek feladata lesz az ügynök kérdés tisztázása is, de ezen túl még más is. Az, hogy el fogják mismásolni, mi nem várja meg, hogy kik lesznek például ebbe a bizottságban? Lehet, hogy tényleg csupa nagy koponyák, hozzáértő történészek, jó, és bízhatók. Remélem, hogy így van, tehát én abszolút bizalommal vagyok, és várom ezt a dolgot. Az, hogy ezt az LMP hozta elő, az szerintem azért nagyon jelentős, mert egész idáig vártunk. A Fidesz nem hozta elő, a Fidesz 4 évig kormányon volt, miért nem hozta elő akkor, miért most, amikor Siffer András ezzel előállt, és utána meg neki mennek, szóval egyszerűen minősítetetlen. Mi legyen az a egyházakkal? Ugye ez még egy ilyen rizikófaktora. Egyház, nem egyház.
ennek a kérdésnek. Ebből a szempontból teljesen mindegy. Akik besugók voltak, azokat meg kell nevezni, illetve nyilvánosságra kell hozni azokat az iratokat, amiket ők írtak, és névvel, lakcímmel meg kell ezt a dolgot tenni. Elég érettek vagyunk mi ehhez? Úristen, ez tehát hogy mondjam, ez a tyúk tojás tudja. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem érett a társadalom, majd mi okos emberek, meg akik górék vagyunk, vagy mi már éretek vagyunk, majd mi jó, megmondjuk neki, hogy te nem vagy érett, nem, ez nem így van. Attól lesz valami érett, vagy egy társadalom, egy ember is akkor lesz érett, hogyha elkezdenek vele normális hangon beszélni. Nem gügyögnek vele, nem hülyének nézik, nem lebeszélnek, nem megmondják neki, hogy merre hány lépést, hanem egyszer normálisan beszélnek vele, felnőttnek nézik. Abban a pillanatban, hogyha valakit felnőttnek néznek, az egyszerűen egy olyan tükröt állít valaki elé, hogy ő is elkezd magán a felnőtt módon nézni. Amíg gügyögnek vele, addig elhagyja magát, és hagyja, hogy vezessék az orránál fogva. Hát akkor felnőttként adjunk sok-sok olvasnivalót ennek az országnak. Lenne mit olvasgatni. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.